Halli, szia, szevasztok, én Robi vagyok, és a mai videóban egy kicsit a széldinamókkal fogunk foglalkozni. Le fogjuk venni a kínai széldinamót, eltelt az egy hónap, hát majdnem eltelt, de most már nem várok semmire. És ilyen asztalon le fogjuk mérni a teljesítményét, hogy valójában mit is tudna a motor, ha valóban forogna. Hát mostan éppen lehet, hogy forog, de ez nem elég a töltéshez. Na és levesszük, és összehasonlítjuk egy pár motorral, például a pillangó motorjával, hogy így fúrógéppel meghajtva mit is csinál. Na de van itt egy motorom, amit megtekercseltem, és meg kéne nézni gyári állapotába, hogy mit is tud gyárilag. Én azt hiszem, hogy a Silvernek van egy ilyen motorja, fel is hívom. Halló, szia! Úgy tudom, hogy van neked olyan 2.2-es motorod, amit a függőlegeshez akartál használni. Van itt nekem egy motorom, és össze szeretném hasonlítani, nem tudod átküldeni nekem? Oké, átküldöd, oké. Mit is akartam, várjam. Ó, az ablak. Na, megérkezett, de nem nyitottam ki az ablakot, és ennyi lett az ablaknak. Fel is veszem innen. Hát, na, itt van a kísérleti padunk. Le fogjuk itt mérni a dolgokat. Hopp, kicsengetett. Nézzük meg, hogy kicsengetett, valaki csengetett. Halló, ki az? Üdvözlőm úrom mindenkinek. Ilyen gyorsan ide értél? Megérkezett? Megérkezett. Az a baj, elfelejtettem utána küldeni a... Na de az ablakot sem nyitottam ki. Na, azt is elfelejtettem mondani egyébként. Oda szembe azonban ez a kis ledvilágítás nagyon-nagyon kemény, a másik egy kicsit még keményebb, hogyha meg is mutatja magát, és van itt valami, hát ugye sajnos nem vagyunk olyan profik. Ájcsarapita. Ájcsarapita, moruga, skorpionnen, stb. Akkor a lényeg az egyenesen Manchesterből. A Chilik mesterétől érkezett. Bizony, ez a Masters of Chili. Úgyhogy képtelen voltam eljönni én is. Na, jó, hogy elhoztad, és akkor itt tudsz nekem segítkezni ezekből a mérésekből legalább. Na. De felkészültek vagyunk, minden előkészítve? Megérkezett minden. Király. Itt a gyári motorunk, én ezt tekercseltem meg. Megnézzük, hogy kisebb fordulaton mit tud. Ugyanaz különben a két motor, csak az egyiknek beépített fékje volt, a másiknak külső fékje, de kilowattra ugyanaz. Megegyezik. Na de azt akarom, hogy levegyük ezt a szépséget onnan, ami jelenleg se forog, és majd megmutatjuk mindjárt, hogy mennyit termelt egy hónap alatt. Az egy kicsit vicces lesz. Nagyon sokat szerintem, nem kéne árulni. Hát nem tudom, hogy le tudta mérni a wattmérő. Lehet, hogy a wattmérőnek több volt a fogyasztása. Ennyit elárulok. És akkor nekem van itt még egy motorom. Ez a motor, ez ugyebár a pillangónak a motorja. A pillangónak gyári motorja van. Tekercselve, csak rajta van egy ilyen hókusz-pókusz. Azaz a feszültség többszöröző kapcsolás. Sok kondenzátor, meg dióda. Igen, de ez az egyes számú hókusz-pókusz, nem olyan, mint a ilyen mikroszilver féle. Nem, ilyen kondiáim voltak, és akkor párhuzamosan kellett kössek. Mert... valami hiba is van, mert van szakadni ezeket. Igen, az a mérőműszer, a fordulatszámmérő. A fordulatszámmérő ledes. Igen. Komoly dolgok vannak itt azért, nem semmi. Na, és akkor megmérjük őt, és összehasonlítjuk majd a valaki innaival, amit én áttekertem, és elméletileg jól kéne menjen a motornak, praktikailag meg semmi. Hát lapát cserekel ottan létrejöjjön, de az a teljesítményt azért meg tudjuk nézni attól függetlenül, hogy adott fordulatra mit termel, és hogy képbe legyünk egy kicsit egy elény. Igen, megnézzük a motor teljesítményét, és onnan valamit következtetünk, de a lapátok azok így nem jók. Nem jó. Még csak tájolni se akar. Mondjuk egy kicsit nagyobb farokkal lehet, hogy sikerülne a tájolás is. Forogni kell neki. Inkább az a címszó. De megforgatjuk. Megforgatjuk. Aek bácsi megforgatja szépen.
Na, megforgatunk itt mindent, és akkor közben regisztráljuk a dolgokat. Na jó, akkor... Na, akkor itt van az első kísérleti alanyunk, a gyári motor. És lehet látni, hogy... Hát én próbálom forgatni nagy erőkkel. Látjuk, majd én forgatom. Épp hogy csak betölt. 40 milliamper hó a csúcs. Na jó. Na jó, de akkor hagyjunk a géppel neki. Hagyjunk a géppel. Hogy... Annak mit ír, hogy mennyit tud fordulni? Azt mondja, hogy 575-öt. 575-öt. Ez most, még reális most is. Most nyilván, most egy kicsit lassan kezdem a dolgot, hogy... Hát ez lehet egy ilyen 60-as fordulat. Sokra nem megyünk vele. Kicsit gyorsítunk. Még gyorsítunk. Na most jelent meg az első kis milliamperek. És akkor elkezdem gyorsítani. Akkor így már veri a 2,3. 66-as? 62. Ha visszább lazítom, akkor mondjuk 1 ampér. Na hát ez a gyári. De van a nem gyári. Lássuk a nem gyárit. Ugyebár ezen lehet applikálni azt a kapcsolást, amit én használok. A nagy széldinamón, hogy lehet csillagba és deltába is, mert deltában megegyezik ennek a menet számával. Hát csillag lesz nekünk a lényeg. Per pillanat most a kísérletre. Tegyük át. Na akkor itt van a tekercselt változat, tekergetjük. Hát azért így tekerek rajta egy kicsit, és így egyből van. Egyből van egy kis töltőáram. Hát a 2 wattot azt itt tudom gyakorlatilag úgy, hogy kézzel tekerem. Lássuk akkor, hogyha egy ilyen lassú fordulaton elkezdem így hajtani. Egyből hát van. Azért így egyből ott van az 5,5 watt, és ez nem egy gyors fordulat. Épp, hogy forog. Még kicsit gyorsítunk. 20 watt, 21 watt, és még mindig nem gyorsan, látszik azért ott a biten gyakorlatilag, hogy közel sem gyors. Na hát így gyakorlatilag 53 watt. De úgy visszafogta a furót, hogy valami ijedetlen. Tehát nagyon-nagyon pici fordulatra ez már be fog termelni, és ahogy látom, ez a tekercseléshez nem kell hókusz-pókusz. Ez magától megcsinálja ezt a dolgot. Igen, ezért lett így tekercselve, hogy tudja magától. Hát, ő elkezd szépen forogni, itt viszonylag könnyedén forog, és akkor onnantól kezdve, tehát így kézzel bírom hajtani, és már van. Azért ez közel sem nevezhető nagy fordulatnak. És ugye ő lesz a pillangó gyakorlatilag. Ő a pillangó, de először hozzuk le a kínait. Hozzuk le a kínait. Hogy mérjük le azt is. Mert ugyebár ő versenyezik a kínai motorral. Na, arra, jelenleg... arra kíváncsi vagyok. A kettő között már láttuk a különbséget, hogy a gyári tekercselés nagyon jó egyébként, viszont nagyon nagy fordulatot kell neki adni. A megtekercselt változatnak meg sokkal kisebb fordulatra is már beindul, és szinte pont optimális lesz ahhoz, hogy tekerjen mindenféle hókusz-pókuszok nélkül elkezdve dolgozni. Én ezt próbáltam Esztergán, és ő tudja a 15 ampernyit is 24 voltra. Ez kemény. Feljönni. Én itt állok lent egyébként. Amíg az alpinista kimegy és leveszi az erőművet.
És a kocsere. Mert abban nyomaték is van. Természetesen azonnal forog is, abba a pillanatba. És még milyen szépen veri neki. Na, leszereltük a kínai széldinamót. És akkor lássuk, akkor először lassú fordulaton. Na, valamit mutatott. Igen, 0,016. Hogy gyorsítod egy kicsit rajta? Már az a maxi fordulat, most érzem, hogy betermel valamit. Hát nagyon kevés. Hallom a motoron, hogy dolgozik. 0,7, 0,8 amper. 20 watt. Hát, 20 watt. Pedig pörgetem rendben. És 500-as fordulat. Tökig ki van húzva. Szépen viszi. De még a motor se küzd annyira. Maga a fúró se küzd annyira, mint a másikokkal. Hát szóval ennek szerint, a munkapontja még fejébb lenne. Hát ez nagyon nagy fordulatot kér ez a nagy helyzet. Na de, és mi versenyezett ellene? Az a kis piciség? Ez a kis pici versenyezett ellene. Hát és akkor... Vagyok, hogy ez de várjál, ő viszont hókuszpókkal működött. Nem baj, most nélküle nézzük meg azért is. Csak azért is, ne kapjon előnyt. Egy deka előnyt se kapjon. Tehát, akkor be lehet kötve. Hát a 14 wattot ez is leadja. 13 is felett. Ugyanúgy tökig húztam gyakorlatilag. És ez lehet látni milyen pici. És egy kis apróság. Egy kis apróság. Hát konkrétan amit ráírtak, az... Hát 800 wattosnak vallja magát. 0,8 kW. Igen, de 400 volton. Hmm. Igen, hát más kategória kicsit. Na, akkor a versenynek a végeredménye.
a pillangunk jelenleg is termel, 391 wattórát termel 14-e óta. Dolgozik is, teszi a dolgát. És a kínai széldinamónk 0 wattóra. Hát nem is forgott. Forgott, de az nem elég termeléshez. Sokkal nagyobb fordulaton kell azt pörgetni ahhoz, és sokkal nagyobb lapáttal. Akkor esetleg van esélye beszállni a versenybe, de így esélytelen a három kis gezemice lapátjával. Hát de ha azt veszük, hogy ő is három lapátos, és a pillangó is három lapátos, és egyforma hosszúak. Van benne valami, de az a lapát, az nem ér semmit, az a gyári lapát. Nem jó az ív. Kicsi a kanál. Kicsi a kanál. Igen. Igen. Na, most fogtad meg a lényeget. Ennyi. Na, nem tudom, hogy van-e napsütésünk. Nincs napsütésünk. Basszú. Na, akkor leszereltük a kínai széldinamót. Visszakerült a helyére a nyomtatott függőleges. És akkor a tekercselt motorunk elkerül Microsilverhez. Újabb kísérletekbe kezdünk. Újabb kísérletekbe kezd. Nekem nem lett volna időm felszerelni ezt az újabbat, szóval elkerül hozzá. Én megkaptam az ő eredetét, majd átalakítom magamnak ugyanúgy, mint azt, de reméljük addigra már lesznek valami adatok. Ennyi, már akkorára lesz tapasztalatunk szigorúan gyakorlatilag, hogy 3 perc, 5 perc, mert most így, ahogy néztük ezt a dolgot, itt már hókusz-pókusz nélkül is kellene, hogy legyen betermelésünk. Márpedig lehet, hogyha így megindul az egész mindenség onnantól kezdve... Hogy nem kell mindenféle varázslat megnöveljük, hozzá. Megnöveljük. Szerintem most már nem 120 forintot fog így évente megtermelni, hanem szerintem megindul, vagy 300 forinttal évente. Reméljük, hogy legalább annyit termel, mint nekem az a, minimum, az a nagy. Minimum annyit. Mert ugyebár ő már mindjárt 17 kWh-ot termelt be. Az kemény. És nincs fent fél éve. Ott már van jelentőség. Egy fél éve van. De szépen lassan lépcsőfokról lépcsőfokra, kitanulmányozzuk az íveket, a satöbbiket, a tekercseket, mindeneket, úgyhogy mindennek van értelme egyébként, amivel foglalkozunk. Ugyebár ez már bizonyított Raimond úrnál. Jaj, nála meg főleg. Hát, őnála láttunk 14-15 ampereket betermelni. Bizony. És módosítatlan tekercse. Módosítatlan tekercse. Igaz, hogy kisebb szélnél nem nagyon szeret dolgozni. Hát az most egy dolog, hogy szelet kér, de hát elvele szélerőmű, akkor innentől kezdve ennek szél kell szigorúan. De szerintem evel már kisebb szeletnél. Meglátjuk, le fogjuk tesztelni, de ez most a tesztnek az ideje megint gyakorlatilag. Szépen lépcsőfokról lépcsőfokra, egyszer csak elérünk arra pontra gyakorlatilag, hogy már meglátjátok így, nem igaz, hogy ennek a big szél is megyen. Nem igaz, de fog menni, meglátjátok, fog. Na. Ennyi lett volna a videó. Hozzám lehet feliratkozni, ugyebár hozzám már lefelé kell iratkozni. Microsilver megint csavargott egyet, sosincs otthon. Igen, mindig utolom vagyok. Na, szóval, hogyha tetszett a videó, nálam fel lehet iratkozni, lájkolni is lehet, és akkor a következő videóban találkozunk. De nálam is le lehet iratkozni. Na, csá. Csá. Sziasztok.